most látható műsorunkat jó szórakozást kíván a Postabank, a Szaknévsor és a Wilkinson. Fantastic. Jó estét, jó szurkolást kívánok, kedves nézők! Nincs még gól a jégkorongbajnokság rangadóján, mint látható. Ezzel szemben kettős ember előnyben van a házigazda Alva Volán a Ferencváros ellen, és az első kiállításból még 15 másodperc van hátra. Egy rossz csere miatt volt az első kiállítás, lövőhelyzet most már, szupervéd. Nem volt alatta a korong, Salamon biztosított, és ő kotorta a kapus keze alá végül is a pakkot. Tiszta lövőhelyzet, a spárga után ott marad a korong, de még időben észreveszik a zöld-fehér játékosok. Szóval a rossz csere még belefért volna, az a fegyelmezetlenség azonban talán már nem, de hát ezt a Ferencváros meccsein megszoktuk, hogy mindössze 11 másodperccel később Dobos szabálytalankodott, és így lett kettős emberelőny. Dobos általában a legrosszabbkor szokott szabálytalankodni. Lövőhelyzet. Horvát most már a koronggal, és teszi tovább. És bedobás lesz. A két csapat a bajnoki táblázaton egymás mögött. Első ugye a Dunafer, 16 mérkőzésből 27 ponttal, második az Alba Volán Rijsland, 25 pont, harmadik a Ferencváros, 22. Az első és a második játszik majd a jégkorong bajnoki döntőben, az alapszakasz után, ezért megy tehát a küzdelem. Ez a döntőbe jutás tulajdonképpen a tétje a mai találkozónak, úgymond 4 pontos mérkőzés, tehát az ellenféltől, a közvetlen vetélytárstól, hát bizony, minden megszerzett pont sokkal, de sokkal többet ér. Kettő plusz kettő perc volt Dobos büntetése, ezért még a második kettő perciből másfél perc hátra van. Barta játékvezető az, aki megállítja a mérkőzést. Szóval e pillanatban 3 pont különbség a két csapat között kangyal a képernyőn. Az Alba Volán Rijsland 12 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség. A Ferencváros 10 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség. Íme ez a bottalütés okozott sérülést. Ez volt Dobos tette, és ezért kapott teljesen jogosan 2 plusz 2 percet. Továbbra is emberelőnyben tehát a éppen korongot birtokló Horváth Balázs, és szuper könnyedén kinyúl a korongért és lehalásza. 3 kör van még hátra, tehát a Ferencváros sem engedhet meg tulajdonképpen kisiklást magának, mert abban az esetben elszállnak a bajnoki döntős reményei. Az első fordulóban 5-2-re nyert az Alba Volán idegenben, tehát Budapesten. A második fordulóban 4-4, illetve itt Székesfehérvárod 5-1-es győzelem az Alba Volánnak. Még a következő fordulóban Budapesten nyert az Alba Volán 2-1-re. Tehát 3 Alba Volán győzelem és 1 döntetlen. A Ferencváros ebben a bajnokságban, bajnoki találkozón még soha nem verte meg a fehérváriakat. Bocskai. Az egyik legjobb hazai játékos, az első sor centere hozta föl a korongot. Kima feje vissza, elakad Bartán. Stas nem érte utol. Horváth Balázs. 35 másodperc még a kiállításból. Senki nincs bent a kapu előtt centerben. Palkovics Krisztián a koronggal. Stas próbálja megszerezni. Nagy Zoltán húzódik most kijebb, összeáll a négyzet, amely harmadikázik. Az oldalait illetően a védekező csapat szempontjából. Palkovics. Vov kéri el a korongot, Anatoli Vov. 5 másodperc még. Kangyal. Nem tudja elsőre kitenni. Kiegészül a Ferencváros közben, de van szabad ember a kapu előtt, Palkovics. Szuper fogja meg. A Ferencváros fiatal kapusa tartja egyelőre a lelket a zöld-fehérekben.
Minden esetre a vendégcsapat elkönyvelheti, hogy kibírt egy kettős, majd ezt követően egy sima ember hátrányt. Ez bizony zicser volt. Sofron a koronggal. A fivére a Ferencvárosba. Dragomir most már is viszi le. Nem volt a legjobb elképzelés. Ütközött ellenféllel a sarokban. Dobos. Dobos még. Most vár érkező emberekre. Dragomiré lehet a korong, meg is szerzi. A paszba azonban már belenyúlnak, sőt, Sofron a másik oldalon lesz. Elég késve. Tippai, André Tiborral, ők ketten a vonalbírók. Ancsin László a kép előterében. A Ferencváros két játékosát nélkülözi a mai találkozón, Csizmint és Iszakovot. A két légiós múlt szerdán még játszott, aztán hazament. Nem állhatnak tehát rendelkezésre. Jerohin, egy másik légiós a fehérvári kapuban, ő tisztázott. 5 perc van még hátra a harmadból. Rajz, kellemetlen volt a korong, megpattant előtte. Nulla-nullás állás az első harmad vége felé. A Ferencváros most piheni még az ember hátrányos időszakot. Falkovics. Kipattan a korong. Dragomir csap le rá. Nehéz támadást indítani. Ancsin László lép ki, nem az övé. Sofron Attila indul most már. Belő Lajos a másik oldalon. Salamon a koronggal. Dobos. Szép szóló. Spárgázva Jerohin. Kellemetlen lövés volt. A fehérvári kapus azonban majd tessék figyelni, hogy kinyúl és hatástalanítja ezt a nagyon erős lövést ott. A bottal ilyenkor biztosít a kapus. A fehérvári gárdának volt több helyzet eddig a mérkőzésen. Ugyanakkor a jégkorongos berkekben azt mondják, a Ferencváros nehéz helyzetben mindig összekapja magát, elmentek a légiósok, ez most nehéz helyzet. Zalavári, szép volt a passza. Aztán helyet csinál Sofronnak, aki eladja Kangyal. Nagy Zoltán segít Kangyalnak, a hátvédtársának. Zommer próbált meg kilépni, idegen légiós. Ügyes fordulás, Pindák. Szép továbbítás lett volna, ha nincs ott Timofeje. Nagy Zoltán. Timofeje csak visszahúz egyelőre. Csak annyira fékezte a kiugró ember lendületét, hogy ne legyen igazán veszélyes kapura. A
les határa meglőtt korong, hogy ne legyen kétvonalas les, lövőcsel után hátra, ez szép volt. És a szóló is szép. Szuper! Másodszor hárít a gólvonalról, ezúttal Rajz Attila korongját. Mindenképpen a Ferenc, az Alba Volán a hazai csapat a mérkőzés esélyese. A Fradi viszont tudja tartani gondokkal, teli is a döntetlen. Most azt hiszem kellemes gondot akasztott Kis Tibor nyakában, amikor arra kérem, hogy értékelje az első harmadik eltelt időszakát. Úgy érzem, hogy elég jól lendületesen kezdett a csapatunk. Az a sajnos az a kettős ember hátán egy kicsit visszafogta a lendületünket, de azt hiszem, hogy ezzel most talán már túlestünk, és elég jó lendületes támadásokat vezetünk, míg a Volán védekezésre rendezkedett be, úgy látom. Köszönöm. Hát, hogy védekezésre rendezkedett be, az túlzás. A Ferencvárosi kispadot hallották, ahol Gold Robert Kis Tibornak adta át a nyilatkozás jogát. Les Kaszala volt bent. Itt megy visszafelé a korong, ez még nem is lenne szabálytalan. Igazából csak egy-egy kimagasló csapat tudott jégkorongban védekezésre berendezkedni, mint annak idején egy svéd válogatott, ahol nagyszerű bekkek voltak és remek kapusok. A hokiban nem lehet bekkelni igazán. A Ferencváros a közelmúltban nyerni tudott a Dunafer ellen idegenben, és ezzel küzdötte vissza magát, hogy legyen esélye esetleg a bajnoki döntőbe kerülésre. De mondom, az idén az Alba Volán ellen bajnoki találkozón még nem nyertek, csak egy döntetlen a legjobb eredményük. Ezzel szemben kétszer is eléggé súlyos vereséget szenvedtek, 5-2, 5-1. Salamon teszi vissza, kézzel irányított korong, mondja a játékvezető. Itt jön a korong, és hogy ne menjen ki, visszahúzza. Dobos nem tudja megszerezni a buliból a korongot, Dragomir üti aztán el, Jerohin. Timofejev. Szuper! Egyelőre hiba nélkül, kitenni nem tudja, mert jönnek az érkező emberek. A bajnokság leggólerősebb játékosa pillanatnyilag a fehérváriak. 20-as a Palkovics 20 góllal, legeredményesebb játékosa Ocskai 44 ponttal, ugyancsak az első sorból 14 gól és 30 pont. Dragomir érkezett. Kellemetlen volt a dolog, az a belenyúlás, nagyszerűen reagált rá Jerohin. Még megjátszható a korong. Az utolsó perc, az első harmadban. Konák emelés. Ellenfélnek, Lukács próbált indulni belőle. Itt Kandja egy ütemmel később érkezik, elütik mellette Lukács újból. Ügyes váltás! Sofron csak rombolt a Ferencváros, de támadást nem épített. Les. Az Albának megvannak a lehetőségei a vezetés megszerzésére, és ezáltal a papírforma érvényesítésére mégsem sikerült, amiért a Pallantal edző adja meg a választ. Sajnos nagy lehetőséget szalasztottunk el a kettős ember előnnyel. Ezután talán egy kicsit vissza is esett a játékunk. A Fradi a középső harmadban jól hozzáállt a korongot, nem tudjuk megszűrni a támadásokat. Támadásban pedig a kapu előtt a helyzetek kimaradnak. Salamon elesik ezzel, helyzet és buktatás.
ezért még büntető is lehetett volna, az is. A játékvezető keze fönt, amikor így átteszi, azt jelenti, hogy büntető. Salamon elesik, lassabb volt, hiába igyekezett. Foci nyelven 11-es, íme bottal akaszt. Ez azt jelenti, hogy egy játékos viheti a korongot kapura úgy, hogy egy lövési kísérlete van, ha nem lövével kipattan, akkor már nem tud ismételni. Végzetes hiba volt, és sorsdöntő volt Salamon lassúsága is. Egy viszonylag ritka ítélet jégkorongban. Anatolij Vov csak előre haladhat, megállni nem állhat meg. Szuper jön ki elé, sima gól. Látszik, hogy rutintalan a ferencvárosi kapus. Kikorcsolyázott, és így fonákkal kényelmesen el tudják mellette ütni. Íme ez a sorsdöntő mozzanat, és aztán annyira üres, mert kijött a kapus, a kapu, hogy csak el kell tenni mellette. Egy váratlan fordulat, ha az edzők nyilatkozatát is alapul vesszük. Hiszen valóban úgy nézett ki, hogy a Ferencváros túlkerült a nehéz időszakon, és kihúzhatja az első harmadot kapott gól nélkül. Ugyanakkor az Alba Volán szempontjából a legjobbkor jött a lelkesítő gól. Dobos. Timofejev. Szuper. Dobos már támadást nem tud indítani belőle. Még meglövi messziről, hát a becsorog, de ezzel nem tudja meglepni a kapust. Szóval egyelőre egy jó színvonalú mérkőzésen Salamon hibáját követően Vov büntetőből vezetést szerzett az Alba Volánnak. Ennyit egyelőre, minden más majd a szünet után, a szünetben a stúdióé a szó. Volánja vára. Gebei hátrál. Pindák teszi tovább a korongot. Bedő állította meg a ferencvárosi támadást, és Pindák még kapura tudtak kotorni. Jerohin. Egy pillanatra maradt csak szabadon a korong, ez Pindáknak elég, hogy kapura küldje. Megnézi Milan Stas, hogy hol vannak a többiek. Timofejev a nyugodtabb megoldást választja. Ez így túlütés lesz, Lukács nem tudta lekezelni. Megvárta, még tisztul a helyzet, Timofejev. Aztán hosszú volt az indítás. Megint Stas. Timofejev körbe a palánk mellett. A ferencvárosi kapu mögött a játék. Ez túlságosan hosszú Stasnak. Ugyanaz, mint az imént. Túlütés. Akkor a fehérvárjaknál. Most a Ferencvárosnál. A fehérváriak kapitánya 19-essel Ocskai. Említettem, hogy a magyar bajnokság pillanatnyilag legponterősebb játékosa. Ancsin László. Jó cselekkel hozza ki a korongot, kiállítás lesz. Szuper már jön is lefelé, és egy mezőnyjátékos helyette a Ferencvárosnál. Hiszen most nem lőhet gólt az Alba Volán. Ha a Ferencváros elveszteni a korongot, akkor lefújják. Dragomir.
Most lép életbe a büntetés. 2 perc a kiállított játékos Ocskai. Ez az első büntetés az Alba Volán együttesénél. Lehetőség a Ferencváros előtt, bár ilyenkor mindig benne van az is, hogy egy megszerzett koronggal megugrik az ellenfél. Ancsin László. Szép most már, illetve szuper visszament a kapuba. A korongbevitelnél Dobos viszi most már tovább, elsodorják a korong fölött. Stas jól teszi hátra, Ancsin László, nagy volt a készülődés. Faragó vetődött közben. Széles a mozdulat, mire lőni Ancsin, Faragó belevetődik. ...29 másodperc telt el Ocskai büntetéséből. Dobos. Bent van, most kéne fölállni, ez lesz a nehezebb feladat. Wolf próbál megugrani, ez az, amire utaltam az imént. Wolf szóló, szuper! Ha van jól korcsolyázó, jól cselező játékos a védekező csapatban, akkor ilyen helyzet adódhat. Wolf megszerezhette volna a második gólját. Jól korcsolyázik, jól cselez. Megint állva hagyta a ferencvárosi védőket. Egyszer Salamon volt lassú, most Ancsin László volt egy kicsit lassabb. Marad az 1-0, és 50 másodpercig emberhátrányban még az Alba Volán. Túl sokat nem tudott kezdeni a Ferencváros az ember előnnyel. Még csak rendesen föl sem tudtak állni a zöld-fehérek. Zárnak a védők, ott nehéz bevinni. Más kérdés, hogy visszaadják. Kangyal. Ez egyenlítési lehetőség volt. Ancsin hibázott, Faragó mehet. Wolf középen. Ancsin megfogja, és nincs bent. Harmadszor hárít a gólvonalról, szuper. Ez a harmadik eset, hogy kiesik a kezéből a korong, és még utána tud nyúlni úgy, hogy nincs bent, mert nincs bent. Óriási a lövés, kicsúszik a kesztyűjéből, utána nyúl, és elcsípi még a vonal előtt. Marad az 1-0, 16 másodpercig még hátrányban az Alba. 2 gólt lőhetett volna ember hátrányban a fehérvári együttes. Timofejev. Ebbe is beleért a kapus. Horváth. Ember előnyben védekezésre kényszerül a Ferencváros. Pindák. Most már teljes a létszám. Jerohin. Rutinos kapus megoldás. A kibekkelt ember hátrány után hat pihenjen a csapat. Ez az a lövés, amiben beleér még a kapus, és úgy vágódik fölé. Szuper egyelőre, nagyon jól véd. Mondom, talán ott éreztem egy kis bizonytalanságot nála, amikor a büntetőt lőtték, ahol persze kiszolgáltatott helyzetben van a kapus, de általában azért nem szeretnek kijönni a kapusok, mert akkor, mint láttuk, el lehet mellettük ütni.
Pindák előtt csúszik el a korong. Gebeitől kerül tovább. Pindák. Nagy lendületből. Egymást zavarják a ferencvárosiak, hogy kilőjön. Zommer. Leszorul most az Alba volán. Zommer még. Ez kiállítás bottalakasztásért 2 perc. Megint le a kapus, helyette mezőnyjátékos. Kangyal nem találja el. Most a kiállítás. Bottalakasztás érte át 2 perc. Gebei a kiállított. Ez itt az akasztás pillanata. Egy irányváltást nem tudott a bek már követni. Kangyal. Elpattant. Bent tartják még. Ancsin nagyon ügyesen a harmadban. Stas. Le a föladó helyre, onnan vissza. Stas megint. Rosszul találja el. Nagyon kis területen mozog a korong, nem tudják mozgatni a védőket. Megint a föladónál. Stas visszaszerzi. Jön a kapusról, ott a duplázás még. 3 ember mellett is elmegy. Kikerült az ütközés közben Sándor. Fölszabadítanak a fehérváriak. Dobos. Számítottak rá, hogy oldalra teszik Angyal. A hátvédekben mindig ott a félsz, hogy elvesztik a korongot. Dobos. Timofejev szerelt. 50 másodperc még a kiállításból. Sándoré most teljesen tisztán. Rendezheti a sorait a Ferencváros. Sándor. Dobos. Salamon. Nagy készülődés. Sok a passz. Feltűnően lassú Salamon megint. Dobos. Keményedik a meccs. Ilyenkor nincs túlütés, hiszen ember hátrány van az Alba volán, és letelik a kiállítás. A Ferencváros ezzel az ember előnnyel sem tudott mit kezdeni. Marad az Alba volán. 1-0 arányú vezetése, mint látható a képernyőn is. Pindák. Nagyon sokat törődnek most egymással a két csapat játékosai. Szilasi korcsolyázott el a korong mellett. Tovább viszi Rajz. Gebei vissza a kapu elé. Nagy Zoltán. Nagyon nagy az iram most. Dragomir. Kiállítás lesz ezúttal a Ferencvárosnál. Nem, bocsánat, én tévedtem. Faragó végül a kiállított. Ez a harmadik Alba volán kiállítás ebben a harmadban. Igen, itt a magasbot. Tehát Zsinórban, Ocskai és Gebei után
Most Faragó a büntetőpadon. Mintha zavarná a Ferencvárost, a létszámfölényben játszik. Ancsin keresztbe Kangyalnak. Palkovics vissza a harmadba. Egyelőre még kihozni sem sikerül. Stas. Emberelőnyben mindig bent van. Szépen viszi be. Ez is jó. Sándor. Ő már körülményesebb volt. Stas. Ancsin László. Stas most az ő helyén hátul. Megcserélték a szerepeket tehát. Stas. Ancsin indul. Most jól járatták meg a korongot. Jerohin azonban legalább olyan jó, mint a másik oldalon. Szuper. Nagy. Most van benne a korong a harmadban. ...28 másodperc még a kiállításban. Nagynak nem jó a kapás. Ez viszont kiállítás. Elvesztette, és a hátvéd lent volt az alaponalnál. Félt, hogy megugrik az ellenfél. Bottalakasztás, 2 perc. Oda az előny. Említettem már, hogy nagyon benne van a ferencvárosi hátvédekben, hogy megugrik az ellenfél. És ettől rendre hibáznak is. Itt indulna, ugye Nagy nincs a kék vonalnál, ahol állnia kellene. A szabálytalanságnak kiállítás a vége. Viszont 20 másodperc múlva az Alba Volán lehet majd ember előnybe. Sofron. Rajz igyekszik a palánk mellett, Szilasi vinné tovább a támadást. Rajz. Öten vannak most már az Alba Volánban. Ancsin László. Jerohin. Most jön a komplet sor, az első. A Palkovics Ocskai Lvov sor. Timofejevvel és Horváttal. Ocskai elől ütik el. Dobos. Jó lehetőség. Palkovics megpróbálja visszaadni. Lesz. Két vonalas lesz. Egy vonal nem volt az. Még a piros vonal előtt bele tudott érni a fehérvári játékos. Timofejev. Egy percnél kevesebb a büntetés. Palkovics viszi tovább, a másik oldalon. 2-1 ellen. Bob. Timofejev. Szépen járatják a korongot. Spárgázott egyet, szuper. Salamon. Ki tudta kotorni. 15 másodperc még. Timofejev. Dragomir próbál korongot szerezni. Teljes létszámban a Ferencváros. Dragomir és Timofejev. Dragomir jól tartja, míg jönnek a többiek. Vov most már.
Ocskai próbál kilépni, Salamon. Nem volt szabálytalanság, ott marad a korong. Vagy veszélyes dolog a saját harmadban cselezgetni. Nagyon akarják már a cserét mind a két oldalon. A játékvezető viszont kiszúrt a hokisokkal. Nem fújta le. Lukács. Szép volt az indítás. Ez is jó. Zalavári. És nem ölti be a kapus. Negyedszer kísérti a szerencsét. Szuper. Ha rohannak ide a szurkolók, hogy megnézzék, hogy ezúttal bent volt-e. Megint kiejti a lepkés kesztyűjéből. És ott a gólvonal és az árnyék. Hát fantasztikus, kérem szépen. Marad az 1-0. Hihetetlen, hogy milyen szerencséje van a kapusnak. Hihetetlen. Ahogy visszapattant a kapufáról, megfogja, aztán kiejti. Vagy legalábbis beleér, mondjuk így. Pindák. Hosszú az indítás Zommernek. Megy vissza a korong a ferencvárosi harmadba a bedobó ponthoz. Küzd zakatol a Ferencváros, de ki fog itt gólt lőni, tán ha Kis Tibor beszállna. Hát nem hiszem, hogy én rám lenne szükség, majd a fiatalok bízom benne, hogy bizonyítani fognak, akik most az a sor is tulajdonképpen teljesen fiatal sor, a Pindit kivéve, aki már egy kicsit rutinosabb. Sajnos az emberelőnyöket nem használtuk ki, és ez egy kicsit visszavetett a játékunkat, de viszont a szuper Levente szuperül tartja a kapunkat. Köszönöm. Kangyal a koronggal. Hát csak az ember azt mondja ilyenkor, ugye, hogy meddig lehet kísérteni a szerencsét. Bent maradt a harmadban. Gól! Zommer! Egy kihagyás az Alva Volán oldalán. Zommer a gólszerző. Ott maradt tisztán, és mielőtt a bek odaérne, nagyon nagy gólt lő. Jól beleáll a lövésbe. A kapus ilyen közelről most kiszolgáltatott helyzetben volt. Váratlan fordulat. Szilasi. A kis telesport nézőinek, tehát az egyes csatornán annyit, egy-egy a rangadó állása, mint látható a képernyőn, büntetőből Anatolai Vov szerzett vezetést 29 másodperccel az első harmad vége előtt, Zommer néhány másodperccel ezelőtt egyenlített egy lövésből. Tömény izgalom, jó mérkőzés, kiváló összecsapás. Jerohin kiteszi aztán a kesztyűből a korongot. Salamon szerezheti meg korcsolyával, visszateszi a harmadba. Timofejev fektette le az ütőjét. Faragó. Salamon próbálja megszerezni Szilasival szemben. Les már kint volt a harmadból, amikor Ancsin visszavitte. Pont a vonalbíró orra előtt.
lehetett ott egy tized másodperc, amikor Tán kint volt. Gevei engedi el a korongot. Bedő. Palkovics próbál kilépni. Három a kettő ellen, Ocskai. Palkovics, Hajdú megy ki rá. Kifelé cselezett nagy, a palánk felé. Belő. Vov megy a korong irányába és teszi tovább. Palkovics. Hajdú beleütközött. Bedő jól szerel, aztán ügyes a váltás is. Gevei, kipattanó korong. Ellentétes oldalon a cserepadok, a Ferencváros nehezen tud cserélni. Ocskai, nem jön be a csel. Húj, mekkora lövés volt! Szuper Levente megint a végállomás. Egy bődületesen nagy lövés ott kintről. Remekül spárgázva még eléri. Szenzációs kapus teljesítmény. És sokan azt mondják, hogy a jégkorongban pont ez az izgalom, a szépség. Rengeteg nagy kimaradt fehérvári helyzet, és a Ferencváros egyenlíteni tudott. Néhány másodperc, egy megingás kell egy gólhoz. Ancsin. Belövi hát, ha valaki eléri, angyal elől elütik. Zommer, a gólszerző. Pindák. Ancsinnal váltanak. Megint belövik. Jerohin. Lukács veszi át ügyesen. Zalavári csatlakozik. Ancsin nem tudta becsapni. Kangyal fonákkal át a másik oldalra Pindáknak. Kangyal előtt elmegy. Ancsin még benne a harmadban. Salamon. Timofejev körbe. Salamon egyből vissza. Lábbal spárgázta ki a korongot Jerohin. Egy-egy hiba most benne van a játékban. A kipattanó korong emlék. Van egy olyan érzés, ami az Alba volán önmaga számára tette nehéz a mérkőzést. Mi a véleménye Pallantának? Pontosan az ember hátrányokat nagyon jó ki tudtuk húzni, sőt, még nagyon sok gólt helyzetünk is volt abban az időszakban. Utána is folytatódott ez, és sajnos megbosszult a sok kihagyott helyzet. Után jött egy ártatlan támadás, és abból kaptunk egy gólt. Köszönöm. Szóló lehetőség. Hajdú volt határozott. Tiszta lövőhelyzet. Önfeláldozó mentés ezúttal. Kettő a kettő ellen. Nagy. Bedő. Túlütés. Jó meccs. Dragomért láttuk egy pillanatra, aztán Ocskai, 17-essel Sofron, itt pedig már Dobos. A buliból megvan a korong, de nincs benne a harmadban. Ancsin. Egy
határozott mozdulattal vissza Ocskai, Lvov jön mögötte. Jó kombináció! A visszapattanó korong szuperé. Azt mondja itt nekem egy fehérvári drukker, a kapus a legjobb. Mit mondjak, igaza van. Bő perc. Pancsin László. A második harmad vége. Egy rossz korong átvétel Ocskai. Két kiskör, Kimo fejevé. Beemeli, lesz ami lesz, lehet érte menni. Vov. Les miatt bedobás. Ott volt bent egy fehérvári játékos. Az emeléssel lassú volt a korong, gyorsabb az induló. Dragomir. Megtalálja a jó utat a palánk mellett. Fonák emelés. Jerohin. Fél perc még. Egy gólt hozott az első harmad. Ezt az Alba Volán ütötte büntetőből. Alatói Vov révén egyelőre egy gólt hozott ez a második harmad. Ezt a Ferencváros ütötte Zommer révén. Ancsin László. Nem habozott, kicsit takarásban is volt. Mind a két oldalon nagyon jó a kapus. Ez Salamoné. Ketten még a harmadban. Most emeli vissza. Hozzáért a tartó szerkezethez a magas korong bedobás a harmad előtt. Dobos és Ocskaja, két kapitány. Salamon még. Jerohin. Dragomir érkezett, nem tehette ki. Végig jól látta most a kapus, mint ahogy mi is a korongot. Nem is okozott gondot. Belemozdul a buliba egyelőre Palkovics. Körbe megy még a korong, és aztán itt van egyelőre vége a történetnek. Tehát semmi sem dőlt el kétharmad után. Alba Volán Iceland, Ferencváros Whirlpool, 1-1, Vov, illetve Zommer a gólszerzők. A szó a stúdiójé. A stúdióból akkor egy kiegészítő információ a másik mérkőzéshez. Az előző szünetben elmondtam, hogy Újpesten elmaradt az UTOFI Szenthom Dunafer mérkőzés, minek utána a hazaiak nem tudtak kiállni, nem volt elég emberük. A legfrissebb információ szerint az influenza járvány miatt 8-an is kidőltek a sorból az újpestieknél. A dunai városiak úgy látszik keményebb legények. Őre ő jön, ő már készül, nem csak lélekben, hanem fizikailag is. A folytatása a harmadik harmadra. Alig ha kétséges, hogy a mezőny legjobbját látjuk a képernyőn. Vannak jó egyéni teljesítmények,
mind a két oldalon, de Szuper Levente még a szerencsével sem áll hadilábon. Itt például visszajön a kapufáról a korong, megfogja egy pillanatra, kiejti, aztán gyorsan rávetődik. Szóval volt Kalamajka jó néhányszor a ferencvárosi oldalon, de mindig megoldotta a kapus egy kivétellel. Itt viszont eladják a korongot a fehérváriak, ott van Zommer teljesen tisztán bent középütt, és egyenlít akkor, amikor a második harmadból 13 perc, 51 másodperc telt el. Büntetőből szerezte, ha valaki nem látta volna az elejét a mérkőzésnek, az Alba Volán Iceland a vezető gólját. Az első harmadban 19 perc, 31 másodpercnél. Zommer olyan tisztán, olyan egyedül áll, aztán ki is használja, ha már ott hagyták egyedül a kapu előtt. Itt pedig egy távoli bomba, amit ugyancsak spárgázva még elér. Egy klasszikusan szép mozdulat. Szóval egy-egy, egyik csapat sem bír a másikkal, korábban már elmondtam. Egyszer volt döntetlen az idei sorozaton a két csapat össze csapása 4-4, egyébként mindig az Alba Volán Iceland nyert. Dobos várja a bedobást. Ancsin, és egy nagy lövés kijön a kapusról. Egy kis forgolódás, Horváth. Salamon érkezik, korcsolyával rúgják tovább a korongot, Ocskai saját emberével, Bobbal ütközött. Dobos. Sofron indul meg. Már szorítja is kifelé, Timofejev, aztán oda csap egyet. A kapus keresi a korongot, nem látta pontosan, hogy hol van. Palkovics megy a sarokba. Kocskaj teszi maga elé. Csúszkáló, bizonytalan hátvédek. Szupervéd! Palkovics közeli bombáját hárította a ferencvárosi kapus. Megint a kapus segített a Ferencvároson, Sofron a kép előterében. Itt jön vissza. Jól zárta a szöget, nem lehetett mellette ellőni a korongot. Pindák nézi, hogy hova kell a korongot tenni a buli után, meg is nyeri a bedobást. Kangyal. Még jó lehet, a gólszerző Sommer próbált kilépni. Kangyal jó csellel indít. Beletérdelt az átadásába Gebei. Nagy. Várja, hogy helyezkedjenek a többiek. Bizonytalan korongkezelés. Les miatt nem lehetett bevinni, csak egy kicsit késve, és elég rosszul perdült le a korong. Túlütés. Pindák érkezik a cserepadhoz. Itt a lövés még egyszer. Két olyan bizonytalan mozdulata volt most Jerohinnak, amikor kijött róla a korong mindjárt a harmadkezdése után, és most egyikből sincs baj, mert nincs ott ferencvárosi. Sofron, Salamont kerüli meg. Egy kemény palánkra szorítás. Salamon üti aztán tovább. Ancsin. Sándor próbált meg kilépni. Ancsin László a másik oldalon. Finom passz. Horváth Balázs. Salamon vissza.
Elég csapkodó most a játék. Sándor. Hárman zárják közbe. Üres a kapu egy pillanatra. Kaszala. Erőteljesebben kezdi az utolsó harmadot a Ferencváros. Bedő. Még mindig ő. Egy elegáns forgás után hozza tovább a korongot. Dragomir. Vesztett a lendületéből, most újra kell gyorsulnia. Les tovább engedi a játékvezető. Gól! Dobos! Ferencvárosi vezetés. Egy jó középreadás, és Dobos fölemeli a bal felső sarokba. Amikor már ott van Zitzerben, azt maga biztosan belövi. Itt az indítás lenne nagyon-nagyon lényeges. De a vonalbíró tovább engedte, ott volt, mutatja is a kezével, és a Ferencváros ezzel most meglepi a házigazdákat. Bizony ez lesz, jól láttam én azt. Említettem is, ahogy futott az akció. Ilyenkor persze nekem sincs videóm, az ember az érzéseire hagyatkozik. Maga aztán a helyzet értékesítés már persze szép, de ez van. Szilasi. Ancsinnal ütközik. Salamon a sarokban. Most lesz csak igazán nagy a meccs. Kangyal. Hiszen a hazai csapat nyilván mindent megpróbál. Nem mintha bármiféle panaszunk is lehetne. Zommer próbál bekanyarodni. Salamon Fonákkal megpörgeti Szilasi. Salamon vissza a kapu elé. Ocskai és Ancsin. Szupervéd, kipattan a korong. Szilasi vissza. Kiállítás lesz. Szuper elindul kifelé, mert a Ferencvárosnál volt a korong, és a játékvezető későn fütyült. A ferencvárosi kapus ezért azt gondolta, hogy az ellenfélnél a kiállítás. És jól gondolta, mert Faragót küldik ki ezért a szabálytalanságért. Nagy kérdés akkor viszont, hogy miért kellett lefújni az akciót. Faragónak ez a második büntetése. Dobos jön, és reklamál a játékvezetőnél. Sajnos ez már a meccs velejárója. Hogy a közönség egy részének viselkedése nem üti meg a közép-európai mércét sem, nem hogy az európait. Nagy kár, mert kifogástalan jégkorong csemege. Én úgy gondolom, bárhol az országban, ettől az esettől is elvonatkoztatva, a kultúrálatlanul viselkedő szurkoló táborok önmagukról állítanak ki bizonyítványt.
Pasztás. Dobos. Még mindig ő, és megy a saját korongjáért. Salamon, helycsere, Ancsin László, emberelőnyben ugye a Ferencváros, ne felejtsük. Ancsin, Stas, áttevődik a súlypont a másik oldalra, Stas, Dobos, a rövid saroknál oldalháló, Dobos megmenti a korongot. Egy percig még hátrányban az Alba Volán Iceland. Keresztbe, kivágódó korong. Egészen messziről. Szuper, csak nézi. Dragomir gyűjti be. Dragomir. Egy kis rombolás. Kangyal megy a korongért. Kangyal még. Egy jó palánkra szorítás, szabályos volt. Nincs túlütés, hátrányban az Alba Volán Iceland, még 10 másodpercig. Nagy Zoltán. Teljes a létszám, mint láttuk a képernyőn is, a belépő embert, Dragomir. Kangyal fordul meg jól. Vonákkal tovább, Timofejev. Horváth. Kangyal mellett el, Nagy Zoltán. A Ferencváros most csak a támadások rombolásával törődik. Belőtt korong. Ocskai előlütik el. Dragomir megint ki a harmadból. Zalavári csúszik el. Sándor tud indítani. Eddig jó. Sofron lövi be a harmadba, Lukács megy érte és teszi tovább. Túl erős volt Salamon korongja. Vaktában emeli vissza a fehérvári együttes. Stas. Újból. Ancsin ügyesen oldalra. Sándor. Egy rövid szünet. 2-1-es vendégvezetés. Salamon. Itt pedig a nagyon jól játszó Kaszala, akinek helyzetei is voltak. Ancsin Lászlón azért látszott már némi fáradtságot a másik oldalon, itt pedig Bedő fordul be a képbe. Hajdu lép még be Bekkelni a Ferencvárosnál, most ő Nagy Zoltánnal van párban. És az első sor van bent, Sofron Attila, Dobos Dragomir. A Ferencváros vezető góljának szerzőjét látjuk, itt pedig az első és mindeddig egyetlen fehérvári góllövőt, Anatolij Vovot. Nagy Zoltán. Dragomir ott hagyta a palánknál. Korcsolyával mentett Nagy. Sofron. Dobos bent középen kíséri az akciót. Sofron. És megint kijött Jerohinról a korong. Túlütés. Jerohin nem engedte ki a kapuból a ferencvárosi játékost. Ne tudjon visszamenni védekezni.
itt a védés és a kipattanó korong, és utána volt a kényszerű szobafogság, vagy kapufogság. Új ember kér a bedobáshoz a vonalbíró. Pindákot küldi el, Kangyal jön helyette, belemozdult tudnélik a buliba. André most már betette a korongot. Rajzlövése került el, aztán a kaput Pindák. Óriási az iram. Ancsin mellett lövik tovább, elakadt Kangyal korcsolyáján. Szilasi érkezik. Zommer. Pindákat blokkolja Bedő. A kapus oldalra, Ancsin László nézi, hogy hol vannak a többiek, ügyes. Két palánkra pattintott átadás, Kangyal. Pindák jön, Salamon is jön. Kangyal még. Salamon előre megy támadónak, ez is ritkaság. Egy szóló. Egymást zavarják a fehérváriak. Ancsin László, most az akarat viszi mind a két csapatot. Kevesebb a higgadt fejjel átgondolt akció. Sándori a korong. Az utolsó harmad fele. Ez túlütés. Megpróbálja széttöldelni a játékot a Ferencváros. Valkovics 20 góljával, mint említettem, ő a legeredményesebb az idei bajnokságban. Egyébként 33 pontos, itt pedig Kaszalát látjuk. Egy szép bodycheck. Bedő volt az, aki bemutatta. Még épp a tűrés határon volt, hogy nem lábra ment. Horváth. Nagy, hogy hozzáért, így lett jó az ellenfélnek. Kiállítás lesz. Méghozzá a Ferencvárosnál. Most. Botütésért 2 perc. Nagy Zoltán, aki állított. Egyenlítési lehetősége van ezzel az Alba Volánnak. A buliból dobos hozzá el a korongot. Kinn a harmadból. Varagó kétszer volt kiállítva, mint emlékezhetünk rá. Egyszer a második, egyszer most a harmadik harmadban. Salamon. Bedő. Jó az indítása. Rajztól tovább. Salamon Szilasi elől. És belelövi az ellenfélbe. Haragó a kapu előtt. Szuper ér hozzá. Sofron. Egy kis birkózás. Dragomir próbál közelebb menni a koronghoz. Szuper. Nem teszem ki, mondja az érkező embernek, Stasnak. Itt lövik keresztbe. Lábbal biztosít, a keresztbe lefektetett bottal biztosít Hajdú és Kangyal. A kiállításból 1 perc 5 másodperc van még hátra. Kangyal. Horváth mellett kicsúszik a harmadból, még hátrább Timofejev. Bocskai. Jól szorítják a palánkhoz, és hozzák el a korongot. Hajdú, messze el a kaputól.
45 másodperc még a büntetésből. Timofejev indul meg, és veszti el a korongot. A ferencvárosi játékosztás pedig a botját. Újabb sikeres védőakció. Húsz másodperc még a kiállításból. Ocskai. Lesz-e, aki megy a korongért? Van, Palkovics. Föláll a fehérvári gárda 10 másodpercen belül. Remekül védekezett Dobos, és ezzel megmenekül a Ferencváros. Teljes a létszám. Nagy éppen csak, hogy visszalép a padról, már is ő próbált indulni. Túlütés. 7 percnél kevesebb, mint látható a hátralévő idő. A Ferencváros őrzi egy gólos vezetését. Zommer az első ferencvárosi gól szerzője. Gebei. Ez túlságosan hosszúnak tűnik. Hajdú. Még mindig a saját kapuja mögött. Egy bátortalan passz. Nehézséget okozott kigyötörni a harmadból Zommer. Szilasi megy a sarokba. Naggyal ütköznek. Szemmel láthatóan a korong most csak másodrangú szerepet töltödve. Faragó. Kemény csata, megy az idő közben. Hosszú. Nagy. Most küzdelem van, nincs szép játék. De hát ez a küzdelem, ez éppen úgy hozzátartozik a jégkoronghoz, mint bármi más. Feltette volna Ingo és igazlan vagyonát Kis Tibor ma délelőtt a csapat győzelmére. Hát mindenféleképp. A múltkori meccsen is bebizonyították a srácok, hogy akarnak, és ezzel a lendülettel, ha nem is vagyunk paporforma szerint esélyesek, de tulajdonképpen mutatja a játékképp azt, hogy most úgy érzem, jobbak vagyunk. Köszönöm. Marad a 2-1-es vendégvezetés tehát. Mintha zavarban lenne egy picit, én legalábbis úgy érzem itt a helyszínen, az Alba Volán, mintha az a tény, hogy a Ferencváros vezet, megzavarta volna őket. Salamon. Egy kísérlet. Ezúttal nem jön ki a korong Jerohinról. De a Ferencváros tudatosan tördeli a játékot. Néhány perc hoki, aztán cserék, helyezkedés a bedobásra. Így nehéz az ellenfélnek belelendülni. Salamon Fonákra jött, most emeli vissza. Ketten is beleérnek még, Dragomir. Vov, Ocskai már is keresi Palkovicsot, nagyon érzik egymást ennek a sornak a tagjai, és itt látom az idegességet. Ezeknél a megoldásoknál. Izgatott hangok a cserepad tájékáról. Kirepülő korong okozta. De túléltük. Stas és Faragó. Hozzáértek, mehet tovább Hajdú.
váltás. És Barta játékvezető. Nagy Zoltán a koronggal. Kaszala indulna. Stas azonban úgy dönt, hogy tesz egy tiszteletkört. Stas. Vissza a harmadba Les, ha hozzáérnek, Szilasi. Elhagyja a korongot, nagy igyekezetében a fehérvári. Szóló kiállítás. Botta lakasztásért 2 perc. És büntető. Kapott egy büntetőt, mert gólhelyzetben kiugrott valaki és szabálytalankodott Salamon. A Ferencváros most gólhelyzetben kiugrik Sofron, ugyanaz, csak nem a korcsolyájánál kaszálják el. Talán még utolérhette volna Horváth, kétségbe esett mentési akció. Ferencvárosi büntető tehát. Dobos lövi majd a büntetőt. Kocskai még reklamál a játékvezetőnél. Hát kérem szépen, máskor 2 év alatt nincs egy büntető, most egy meccsen van 2 büntető. Dobos. Gól. Három egy a Ferencváros javára. Dobos 2 gólos ebben a harmadban. Nagyon magabiztos, a kapus még az ütőjével is ott próbál valamit, de fölemeli a korongot, ugyanúgy, mint a gólnál Dobos, ugyanabban a sarokban ráadásul. A bal felsőbe, nem a botos kézre, a kesztyűsre. Nagyon magabiztosan lőtte Dobos. A jégre közben sok minden hullott, önkéntes méhgyűjtő brigádok alakultak. A fölmelegített pénz, ha belefagy a jégbe és rákorcsolyáznak, akkor életveszélyes lehet. A játékvezetők kiegészíthetik a napi díjukat és a kiküldetési pénzüket. Andrét látjuk. Van pohár is már, amibe gyűjtse. Itt nem lekenyerezni akarják a bírót. Három egy a Ferencváros völtúljavára. Bevallom, az előbb, amikor Kis Tibor minden teketória nélkül igent mondott arra a kérdés, hogy feltette volna a vagyonát a csapat győzelmére. Én egy kicsit elhúztam a számot, de most már a játék önt igazolja. Hát remélem, hogy ez továbbiakban sem marad el a játékunk, és ugyanilyen lendülettel megyünk, mert még nincs vége a mérkőzésnek. Csodák azért remélem nincsenek. Köszönöm. Hát azért, ha még itt szedegetnek a játékvezetők pénzeket, azért Engyel Istvánt arra kérném, hogy esetleg kérdezze meg a másik oldalt is, hogy bizonytalanodott el így ennyire az Alba Volán. Veszek rá egy kísérletet, bár Palla Antal elég szomorúan támasztja a palánkot tőlem egy 6 méterre. Itt a szabálytalanság, még egyszer addig megmutatjuk a Botta lakasztást. Ancsin üti el a korongot. Bocskai. Szuper könnyedén. Balkovics elveszti a korongot. Remélem a játékosok azért csak a játékkal törődnek majd. Nem lesznek még itt a végén csúnya jelenetek. Leütöttek egy Ferencvárosit, Horváth volt az. Nem vagyok benne biztos, hogy a játékvezető látta. És ettől féltem, hogy nem bírják elviselni.
itt most Bottal. Elkorcsolyázott, és már meg is van a kiállítás. Van egy jó meccs, ami 2-3 perccel a befejezésig szenzációs hoki, jó küzdelem, kiváló sportcsemege. Teljesen sikerül elrontani a végére. Ancsinak éppen. És most a játékvezető is gondban van. A két csapat kapitányt kéri oda magához, Barta Ferenc. Pocskai Gábort és Dobos Tamást. Több egyszeri kísérlet után végre pallantal mellettem. A csapat harmadról harmadra rosszabbodott. Mi ennek a magyarázata? Nem tudom. Sajnos a támadásokban nem volt semmi átütő erő, és nem tudtuk a helyzeteinket kihasználni. És egyre jobban följött a Fradi. Úgy érzem, hogy jobban akarja a győzelmet. Mi nem tudjuk eléggé feltüzelni játékosainkat, és most itt a végén az idegekkel is gond van. Valószínűleg esetleg pszichésen a mérkőzés előtt nem sikerült őket ráhangolni? Hát nem hiszem, ezt nagyon készült mindenki, mert tudta, hogy tulajdonképpen ez a győzelem már akár a döntőt jelentheti. Még nincs minden elvesztve, de ez a mérkőzés sajnos már nem nekünk áll. Köszönöm. Hát egy kellemes estéből lett kellemetlen befejezés, pályán, nézőtéren egyaránt. Kár. Remélem előbb-utóbb azért folytatódik maga a mérkőzés, hiszen a történet alapvetően mégis csak erről szól. Dragomir. Horváth a koronggal. Egy visszahúzás, Ancsin megy a korongért, aztán fél az ütközéstől. Jó a középreadás. Pocskai próbálkozott kapura lövéssel, Horváth. Palkovics, Les, úgy érzem, hogy Les. Itt is most tovább megy a játék. Vov. Bedobás a ferencvárosi harmadban túlütésért. A mérkőzésből kevesebb, mint 3 perc van hátra. Stas néz körül, hogy hol vannak a többiek. Ő bent van a kapu előtt. Óriási csata a buliban a korongért. Éppen Stashoz kerül. Sándor Szilárd. Lövőcsellel viszi tovább, Sándor, remekül zár a kapus, Jerohin. A lába között akarták ellőni, a mamutját azonban összezárta és védett. Ez volt ilyen közelről az egyetlen esély, és ott csukja be a kaput. Mind a két kapus nagyon-nagyon jól védett. Kiállítás méghozzá. Páros kiállítás, Bedő az egyik oldalon, és Kaszala a másikon. Az
az idegeskedés már ront mind a két csapat teljesítményén. Egyes Ferencvárosi vezetés. Négyen-négyen mind a két csapatból. Boff fordul vissza. Horváth lő. Szuperről oldalra. Elmegy a kapu előtt, és ez túlságosan hosszú lesz a másik oldalra. Ancsin, Palkovics próbálja visszahúzni Bottal, 2 percen belül. Horváth. Egy Tétova kísérlet. Vov. Szupervédet megint, hozzáért a lábvédőjéhez. Kiteszik oldalra, Wolf próbálja visszatenni megint. A korong megvan, de kiállítás lesz. Salamon megy kifogásért. Tehát ketten a ferencvárosi oldalon, a büntetőpadon, egy játékos a fehérváriaknál. 4-3 ellen, az első fehérvári sor. Időt kér a fehérvári csapat. Aminek az a magyarázata nyilvánvalóan, hogy vesztésre állnak, és lehet, el tudom képzelni, hogy leviszik majd a kapust Boris Puskárjovék. Különösen, ha mondjuk a buli után megszerzik a korongot, hiszen így egy mezőnyjátékos jöhet helyette, és nagyobb az esély a gól elélésére. Ezt kell megbeszélni nyilván, hiszen a jégkorongban az a másfél perc, ami még hátra van, az nagyon-nagyon sok idő. Különösen, ha néhány másodperc alatt mondjuk egy kapus levitel utáni dupla emberelőny sikerül értékesíteni. Hát ezek a taktikai lehetőségek, a variációk. Dobos megy a bedobáshoz, Ocskai vele szemben. Dobos próbál menni a korongért, Timofejev, a kapus egyelőre még a helyén, nagy üti tovább. Ocskai, Timofejevnek lövésre, Ocskai visszakapja. Ez csak lövőcsel, ezt érzi Dobos is, nem repül ki rá, Timofejev. Most viszont lent van a kapus. Helyette egy mezőnyjátékos jött be, tehát bejön a taktikai elképzelés, amire számítottunk. Horváth, mindenki a kapus előtt. Dobos a koronggal, nem tudja, hogy nincs kapus. És rövid a felszabadítás. Timofejev, még tovább, Horváth. Az utolsó percen belül, mint látható. Nem lőnek a fehérváriak, és ez most hiba. Timofejev, megy az idő. Timofejev mellé. Horváth, kint van. ...37 másodperc a befejezésig. Árván a fehérvári kapu, és most visszajön Jerohin. Feltehetően megint a buli idejére, ami kiderül majd, hogy megvan-e a korong, vagy nincs. Egy másodperc az első kiállításból, a párosból. Ancsin László és Ocskai, a két 19-es egymással szemben. Ancsin László. A páros letelt. Kangyal blokkolta a lövést. Kaszala próbál korongot szerezni, Ancsin, Balkovics ütőjemelet elmegy.
üres a kapu. És a kapus lábvédője előtt a korong. Rajta ül. Aztán kicsúszik, és Ocskai reklamál, de hát itt nem lehetett volna gólt lőni. A mérkőzés legjobbja, nem véletlenül ölelgetik. 7 másodperc a befejezésig. Amit ez a fiatalember megfogott a mai mérkőzésen, büntetőből kényszerítették csak megadásra. Ott csúszik el a korong, már nincs alatta. Lehet látni a kapufa tövénél, ott van Nick. Most hozzák el aztán. Nem volt tehát bent, még csak a vonal közelében sem. A kapus bent van, megkínálják még Jerohint egy lövéssel, és itt a vége. A Ferencváros meghazudtolva a papírformát és minden nehezítő körülményt, hiszen, mint említettem, idegen légiósai is hazamentek. Egy jól kezdő Alba Volán ellen egyenlített, ezzel elbizonytalanította a hazai csapatot, és a harmadik harmad már az idegileg jobban álló Ferencvárosé volt. Én azt hiszem, nem is kétséges, hogy ki a mezőny legjobbja, de azért adjuk meg a módját egy beszélgetésnek.